hogyan értékeli ezt a harmadik helyet? Előzőleg elégedett lett volna ezzel az eredménnyel? Igen, úgy érzem, hogy a lehetőségeinkhez képest jó küzdöttünk. A csapatom nagyon fáradt volt, igazából időt nem kértem, nagyon nem akartam cserélni. Fél időket játszottam a játékosokat folyamatosan végig. Nagyon fáradtan, egy jó képességű csapat ellen nagy csatába nyertük, vagyis én elégedett vagyok most. Az új játékosokat mennyivel sikerült beépíteni? Trifkovics arra, Bakkert, illetve Kotormának illetve. Ez volt az a meccs, ahol legtöbbet játszottam őket együtt. Úgy érzem, hogy folyamatosan majd beépülnek, ott vannak a problémák, hogy nincsenek összeszokva, nem ismerik egymás stílusát, védekezésben vannak problémáim még, de ha kiabítjuk, azt mondom, hogy egy ügyes kis csapat lesz. A többi másik három mérkőzés hogyan értékeli? Alapvetően azokat maga biztosan nyert, a Csurgó elleni meccsen volt egy kis kommunikációs hiba a játékvezetők és köztünk, ott elment a Csurgó, a másik fél időben feljöttünk, voltak lehetőségeink szoros meccsre, de ott ezt a négy gólt már nem tudtuk behozni. Terveznek esetleg még változást a keretben, vagy ez most már végleges? Igazából úgy azok nagy nagyjegyi lehetőségeink végesek, ez lesz körülbelül a gyöngyös csapata. Hová érhetnek oda az alapszakasz végén? Én egyetlen dolgot akarok, hogy ez a csapat bennmaradjon, más nem érdekel. Alatt húzzák meg a vonalat.